Na, sziasztok srácok, ez most egy rögtönzett videó lenne, nem tudom milyen a beállítás egyébként. Most 3 óra 27 van, hajnali 3 óra 24 van, vagy 27. Most, ahogy felnéztem YouTube-ra, egy furcsa dolog mutatkozott meg az oldalon. Jaj, gyerekek, váltok, visszahozom az oldalt. Valakinek baja volt, ami teljességgel megértek, bejelentette ezt a live-ot, ezt a Volt Blitz 11. részét, a csapatási nagybaú, és itt volt a támogatási lehetőségre már dolog, vagy hát, hogy elérhető volt. Na, itt most nem is húznám annyi az időt, meg tudjátok nézni, 3 perc 18, 17-18-tól van a... Pedig ez 3 óra 17-18 perctől van ez a mese. Amit most nem részletezni is, srácok, de ott van. Egyébként le is tiltott a YouTube a live-ot, egyértelmű ugyebár. És egy olyan üzenet fogadott, hogy ezért én kapok büntetést, mert egy ember bejelentette valaki a videómat, és ez felülbírálta a YouTube, és a YouTube úgy döntött, hogy neki ezt úgy kell megoldani, hogy hát ja. És itt van a közösség, és itt nekem szívás van, gyerekek, vagyis ja, akkor nem, hanem akkor a csatornában van. Igen. Itt van ez a dolog. Ugyebár itt azok vannak, hogy mi van engedélyezve a csatornán, ami elérhető, ugye az nekem minden engedélyez van. Itt van ugye, hogy a partner vagyok, ugye partner céghez vagyok leszerződve. És itt egy szerzőjogi állapot cucc. Ez ugye, hát hogy a szerzőjogi, mit tudom én, copyright a zenére valaki, a zene szerkesztője, készítője, kiadója, az attól kaptam el már bajt, de nem egyszer sem volt még semmi ilyesmi. Vagy ha volt, azt ugye bár, hát látjátok, ki megoldottam. Na és itt most ez, most nullát ír. De csak azért ír nullát, meg azért ilyen, mert én fellebbeztem, hogy hát ha legyen ez jó, mert az esetben, hogyha nekem ezt, én elvesztem ezt a dolgot, elveszítem most ezt a fellebbezésemet, akkor 3 hónapig élő közvetítés nem enged, le van tiltva, letiltják a 3 hónapig az élő közvetítést, illetőleg a feltöltést is. Na már most 3 hónapig inaktív lesz, inaktív lenne akkor a csatorna, hogyha én most ezt elvesztem. Nem tudom, hogy kinek volt ezzel baja, vagy akármi, ezt nem is értem, mert 18 pluszos korig a kint volt, a licenc szerződésben, hogyha jól átolvasod, akkor nem is félig meddig volt csak jogos, mert ugye a közösségi irányelvekben van egy ilyen menüpont, egy ilyen kitétel, hogy 18 pluszos tartalom. Na már most nem mindegy, hogy mi számít annak. Ugyebár most erre nem akarok hosszabb ilyen beszélet nyújtani, de hát most ez így hajnalban eléggé furcsán érintett az a helyzet, srácok. Nem tudom, kinek volt baja vele, fogalmam sincsen, de azért köszönöm neki ezt a 3 hónap pihenő időt a csatornára vonatkozóan. Vagy egyszer meghálálom neki. Úgyhogy ez ilyen. Egyébként itt van egy irányító pult, itt nincs is, váltok, akkor a videókezelőben talán benne van még. Itt van ez a csapatási nagybow. Na erre kaptam ezt a cuccot, ezt a mit tudom én mi a lószát. Ugye látjátok, én a szerzői jogi szarokkal nem foglalkozok sosem. Mert ugye azzal én pénzt, bírságot nem kaphatok.
Annyi bevétel szerzése nem jogosult, na bum, hát most hova szarja a gyerekek. Ennyi a lényeg, annyi, hogy itt beadványok vannak, csak hogy ugye ők látják, és ennyi. Amit nyilvánosan tudok tenni, az annyira nem izgat. És hát, látjátok, azért a szerzői joggal sokszor nem foglalkozok, főleg a live-okban sosem, mert mindig van benne olyan, és nem érdekel annyira. Mindegy, azért ez egy furcsán esett ez a 11. résznél, hogy arra nekem be jelentést adtak, vagy hát bejelentést kaptam rá. Hát nem baj, hát hogyha srácok most 3 hónapig inaktív lesz a csatorna, akkor emiatt, ha viszont lesz legközelebb egy olyan jövő hétvégén lesz live, vagy az előtt videó, vagy live hétközben, akkor viszont megnyertem a fellebezés, gyerekek, úgyhogy akkor lesz. Amúgy meg 3 hónap szín idő, gyerekek, úgyhogy majd más csatornán folytatom, de megállítani úgyse fognak. Na mindegy, hát aki ezt bejelentette, ezt a videót, annak köszönöm szépen, félig meg is értem, de félig nem. Ennyire nagy felállítás nem kéne csinálni egy 220 szubos youtuberből, akinek nézettségeit tekintve jó, hát ez easy life. Nézettségeit tekintve 100, 63 megtekintés, 200 megtekintés soha az életben nem lőttem át egyébként ezekkel a live-okkal. Úgyhogy értelmetlen ez az egész cucc, de oké, na hát mindegy, itt akartam mondani is srácok, remélem, hogy minden rendben lesz. Én Zama voltam, és hát is találkozunk majd a következő live-ba, vagy 3 hónap múlva valamikor. Na sziasztok!